És tényleg azt gondolom, hogy ha az ember sikeres a munkájában, akkor az egy fantasztikus áldás, de a legfontosabb dolog az itt ül mellettem, és az összes többi játék az életben. Tehát, hogy ezt gondolom. Te, rólad beszélek, te ne forogjál, rólad beszélek, hogy a legfontosabb dolog az itt van mellettem, az összes többi pedig, hogyha jól jön ki, akkor ez egy fantasztikus dolog, de te vagy a lényeg. Jó, anya. Köszönöm. Mit szoktam mondani? Te vagy a mim. Minden? A mindenem, igen. Igen. Igen, te vagy a mindenem. Nagyon. Na, erről sose szeretnék leszokni. Ezekről az ölelésekről. Mindig neki azt mondja, hogy még van pár évem. Nem szeretném, hogy pár évem legyen, azt szeretném, hogy sokkal több legyen még. Sokkal, sokkal több. Hogy érkezett. Hát nem kisbaba már ő. Hát 11 és fél éves. Sőt, áprilisban lesz 12. Most már nagy csaj. Csak tényleg nagyon nagy csaj, és idő után beszélni is fog. Tényleg? Hát remélhetően lesz a dő vagyok. Nagyon örülök neked. Na gyertek, bocsánat, hogy itt előre jövök. Csak jaj, de viccel. Wow! Na? Gyönyörű. Életemben nem voltam még itt. Na? Azta! Pedig azt hittem, hogy legalább egyszer elhozott. Ez ilyen mellbevágó fordulónak férjed ide. De hogy hozott el meg? Hát figyelj, úgy szeretünk a saját ágyunkba aludni. Hát miért mennél máshol? Házassági évfordulón általában dolgozom. Az előző házassági évfordulón pont Starban Start forgattunk, és a srácok kitalálták, hogy ebédeljünk együtt. Ugye a házassági évfordulomat a Kőkény Attival, a Papszabival és a Berencki Szabival töltöttem. Az az előző, és a mostanit pedig elfelejtettem. És éppen egy ilyen hatalmas szörnyellára maszkírozva álltam egy fotózáson, amikor eszembe jutott, hogy Jézusom, házassági évfordulom van. Felhívtam András telefonon, mondom, tudod, hogy milyen nap van? Én tudom, hogy milyen nap van. A kérdés az volt, hogy te rájössz-e, hogy milyen nap van. Nálatok ilyen fordított. Én nem vagyok jó dátumokban. Mit csinálják a cipőkben? Na, nyugodtan, most elmeshetsz. Lak be a teret. Mász föl. Képzeld be, hogy ott lehet fotót csinálni akarod, vagy anyát is lefotózhatod. Vagy anya is szoktátok, vagy anyát és gyere. Anyát és magadat, ha szoktál. Na ez ilyen. Ez ilyen. Álom szép. Olyan sok szép hely van Magyarországon, és mindig elmegyünk a világ túlsó felére, közben pedig... Hogy? Igen, figyelj, mi is bejártuk a világot, és azt gondolom, hogy ez a látvány, amit most látunk, ez biztos, hogy benne van az első háromban a világon, szerintem. Mármint fővárosok tekintetében. Mit mutattál ma nekem? Hát na, mit mutattál? Hova hoztál? Előtt akartam szerezni, sikerült. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Gyönyörű. Gyönyörű. Többet kéne szállodába járnom, cucu. Jó. Jó. Javaslom az anyalánya napot, vezesd be. Oh, köszönjük szépen! Anyalányanak, mi csináljuk régóta, most már a gyerekem szervezi, igen, most már átadtam a stafétát, és akkor mindig a te kérésedet fogja teljesíteni anya, és akkor elmentek, kulturálódtok egy kicsit. Hát azt szoktunk. Kis wellness, kis nem, hát olyan, ami csak rólatok szól, és aznap, és nincs nevelés, és nincs semmi. De jó vagyok. Jó, ha nincs nevelésbe, és ha ne legyünk túl következetes szülők, abban jó vagyok. Tell me you're the one, you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? Mi nagyon kemény nevelést kaptunk ikertesommal, és én azt gondoltam, hogy én ugyanazt fogom majd hozni, és nem tudom megcsinálni, nem tudok annyira következetes lenni, mert folyamatosan kompenzálom azt, amikor nem vagyok otthon folyamatosan, úgyhogy, de jól működik, mert valami miatt egy tisztességes, rendes gyerek lesz, de igazából én azt érzem, meg nagyon mély érzésű kiscsaj, hogy azt érzem, hogy lehet, hogy csak nem tudom elrontani valószínűleg, hogy amit mi föntről hozunk, az szerintem annyira erős. Tehát most olyan érdekes, mi az ikertesommal ugyanabban az időben ugyanazt a nevelést kaptuk, ugyanattól a szülőtől, ugyanazoktól a tanároktól általános iskola végéig, és két teljesen más személyiség. Tehát sokkal erősebb az, amit magunkkal hozunk. Úgyhogy valószínűleg ő nagyon pozitív dolgokat hozott, és én nem tudom elrontani tényleg. Valami ilyesmi lehet. Mondjuk szerintem. Mondjuk te aztán nagyon negatív vagy. Ja, nem vagyok azt, hanem, hogy nem tudok következetes lenni, tudod, és akkor ilyen rabszódikus. Tudod, miben lehetsz következetes? Miben? Valószínű? Abban, hogy szeretek. Nagyon. És hogy ezt ki is mutatod. De és az nagyon. Pont elég egy. De mi így vagyunk. Úgyhogy?
Na, Muti. Gyere. Általában 0-24-ben, és egyszer csak megjelenik, rapszódikusan, és akkor közben egy anyaölelés, és akkor nálunk ez napi szinten sokszor előfordul, hogy csak jött egy ölelésre. Hát ez így van, mi is úgy búcsúzunk el a gyerekem minden nap, meg mindig a telefonban is, hogy szeretlek. Igen. Meg hogy azt ki kell mondani. Ebbe egyetértünk, és én a szüleimmel is így vagyok, hogy minden egyes alkalommal úgy teszem le, hogy ne legyen az, hogy nem mondom elégszer. Egyébként mi megtanultuk azt, meg gondoltam, hogy egy idő után lehet, hogy az iskolában ciki lesz az, hogy szeretlek, úgyhogy mi mutatni szoktuk egymásnak, tudod, jelnyelven van az, hogy én szeretlek téged, és akkor így szoktuk. Ugye? Te is ismered? Uh-huh. Vagy csak anya most itt lódít? Nem, de... Következetesen. Igen. Na, látod? Nem. Anya jó fej? Igen. Na, és miért jó fej? Milyen? Egy csomó mindent engedek, és én nem veszem véresen komolyan a dolgokat. Tehát, hogy én mindig a megbeszélés, meg kibeszélés híve vagyok. Tehát, hogyha mondjuk nem úgy sikerül egy dolgozat, akkor az... Nem az van, hogy lekapom a 10 körméről, hanem hogy egyrésztről nézzük meg, hogy mi történt, kielemezzük a helyzetet. Másrésztről meg, így a saját példámból, nyilván ezt most fog be a füledet, tehát hogy a saját példámból nézve, vagy a gyerekkoromból hozott mintákat nézve, meg példákat nézve, soha nem az lett a legsikeresebb, aki a legjobb tanuló volt. Szóval, tehát, hogy belefér. De nem akarod, szerintem. Hogy görcsös legyen. Ne, egyáltalán. Szerencsés. Meg lehet szokni, tehát mindig azt szokták mondani, aki panorámán nézve, hogy egy plakát előbb utóbb megszokják, nem? Nem, gyönyörű. Mindig van benne valami elragadó. És mit szoktatok együtt csinálni? Moziba megyünk, vásárolunk. Abban nagyon jók vagyunk, vásárolva, sütünk együtt. Igen, az jó sokat. Ma átvertél egyébként, azt mesélne. Hát a suliból kijövet. Mert mondtam neki, hogyha már ugye ma nem tudott elmenni ebédelni, és hogyha mit mondtál? Azt, hogy ma aranygaluska volt az ebéd. És hogy az aranygaluskáról maradt rekvázi, ez azt jelenti, hogy én otthon készítsem el? Nagyon ügyes. Csoda finta. De úgyis el megcsináljuk, nem? Úgyis megcsinálod? Mert mindig. Éjfélkor is? Na, majd elbeszélj. Mert persze, én nekiállok hajnalba is, tehát hogyha most az a kérés reggel, hogy palacsintát akar enni, akkor palacsinta készül. Ha csörögefánkot akar enni, akkor az egy kicsivel több idő, de akkor azt kap, persze. Én nem így nevelődtem, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez jó irány. Aztán majd meglátjuk, nem tudom. Azt mondod, hogy végül is éjfélkor is felkelsz és megcsinálod neki. Ez tényleg a szeretetnek a kifejezése, ugye? Mert akkor a munkádat is belerakod, és ott vagytok együtt. De hogy például a vásárlásnál is így van? Valószínűleg nem az anyagi a kérdés, amikor a csokit kér még, vagy valami elképzelhetetlen nagy dolgot, kis Ferrarit, vagy nem tudom én. Az a jó benne, hogy nem kér elképesztően lehetetlen dolgokat, de egyébként nem is vesszük meg. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy elböffenti magát a gyerek, és akkor kér egy autót, és kap egy autót, vagy nem tudom, most például szóba került, az én nagyon régi telefonomat használja a több telefonnal ezelőtt. Itt a suliban most már használtnak vizóórán, nem? Vagy mi kell használni? Hol van telefon? Pont vizóóra végén használ, és igen. De normál esetben? Ott használtok telefon, nem? Igen, de csak arra, hogy zene is csak a fülhallgatóval. Uh-huh. Na, a lényeg az, hogy szóba került most így ünnepek előtt, hogy mondta, hogy hát ez most már mindig lemerül, meg tényleg régi telefon, hogy ő szeretne egy új telefont. És akkor mondtam, hogy oké, rendben van, de én jövőre lecserélem az enyémet, tehát mit szólsz hozzá, ha megkapnád akkor az enyémet, és hogy teljesen rendben van. Tehát, hogy így, és apróságokat kért karácsonyra is, tehát, hogy nálunk nincsenek ilyen nagyon elszállós dolgok, és azt nem is szeretném, meg sokat segítünk másoknak, és abban ő is részt vesz. Tehát, hogy látja, hogy persze jó, hogy mi megtehetünk dolgokat, nem korlátlanul nyilván, de hogy jó már jót is tenni, tehát hogy nem kér elszáll dolgokat, miket kértél? Pizsomát, még pluszba,
meg ilyen készítős, miket kérték karácsonyra? Ja, a fülhallgatót. Fülhallgatót. Tehát olyan teljesen hát természetes ilyen, dolgokat, igen. Mindennapi dolgokat. Igen. Sokan beleesnek abba a hibába, és ezt hogy tudtad elkerülni, hogy akkor én aztán most mindent a gyerekemnek. Ez egy tudatos döntés. Szerintem azért, mert hogy én vidéken nevelődtem, mm-hmm. teljesen normális, teljesen átlagos családban, és egy csomó dologban így meg is maradtam annak. Mert egy vidéki, normális vidéki értékrenddel rendelkező csajnak. Tehát, hogy nekem nincsen betűs táskám, én nem vásárolok az Andrássy úton, tehát, mert egyszerűen sajnálom rá a pénzt. Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogy egy cipőnél és egy táskánál is van egy limit, amit én még jó szívvel kiadok. És hiába van ott a számlámon a pénz, és tehát, hogy sokat dolgozom, sose gondoltam, hogy ennyi pénzt fogok keresni abból, amit én szeretek, tehát számomra ez egy ilyen elképesztő dolog, és nem is érdekel a pénz. Viszont kiadni rossz érzés, tehát, hogy nem vásárolunk, tehát ilyen eszement módon. Egyáltalán nem. Sőt, például tök érdekes, hogy a férjem most tette meg életében először, hogy új autót vásárolt magának, új autót rendelt, általában ilyen 1-2 éveseket hoztak be Németországból, innen-onnan, most tette meg először azt, hogy új autót vett, és abba sem vagyunk ilyen nagyon elszálltak, tehát hogy semmibe, mert nem jó érzés. Uh-huh. Feleslegesen szórni a pénzt, az nem jó érzés, és nem tudom, hogy mivel tud többet az a táska, mint egy másik táska, mert pakolsz bele, tehát nyilván semmivel, és nem bírom a címkéket, nem bírom a feliratokat, de én azt gondolom, hogy én nem akarok semmit se kompenzálni. Én teljesen jól megvagyok úgy magamban belül, és hogy nem akarok feliratokkal valami mást előadni magamról, mint ami, mert általában ezek szerintem kifelé mennek a világnak. Nem vagy sznob? Hát, nagyon nem. Sőt, nem bírom az ilyen nagyon luxus éttermeket. Az is volt, ezért nem voltunk meg. Nem bírom de ez a látvány. A látvány, persze nyilván, csak hogy nem ülök be ilyen nagyon fancy helyekre, sokkal többre csak azért, mert fancy. Igen. Aha. Meg tök jól főzök, tehát hogy én általában otthon eszünk. Általában otthon eszünk, de hogyha elmegyünk valahova, az nem a éppen megnyitott, nem tudom milyen luxi hely, sőt, nagyon nem. Tehát ez nagyon távol áll. Inkább a kis kockás terítős vidéken, tehát az vagyok én. Jó nagy adagok. Az vagyok én, nem a nagy tányéron a kicsike. Jó nagy adagok magyarosan, tehát mi azt szeretjük. És ezt tudod át a gyereknek? Szerintem igen. A gyereknek. A gyereknek. A lánykárnak. A magzatom, nagymamám azt mondta mindig a apámra meg a másik két fiára, hogy magzatom. Fura volt, amikor egy ilyen 60 pluszos parja volt, aki magzatom, de mi megszoktuk. Visszfájásra jó a forró csapitukat. Mindenre jó a forró csoki. Jó? Fincsi? Nyomi? Színésznői babéra? Nem. Nem? Semmi? Akar színész lenni? Énekes, balettos, színésznő, bármi művészi pálya, Istenben. Mit tudsz jól? Na, várjál, a művészi vénád neked mi? Tehát, hogy fejezed ki magad? Mi az, amit jól tudsz? Folyamatosan készít valamit rajzol, de... Hát ő nem lesz énekes, az mondjuk szerintem tuti. Anya lehet, hogy egy kicsit sok, nem? Néha, és akkor bármit úgy értem, hogy... Nem, ezt tudja, hogy az. Nem kell finomítani, ezt nem mondod, hogy teljesen nyugodtan tudom. Én is tudom, tehát én a lányomtól ezt mindig megkapom. Hogy sok vagy? Hát, hogy sok, ezt nem kellett volna, most nem kellett volna, de hát ő ugye már nagyobb, mint a Milla. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert mondjuk nála tudom, hogy az anyukád is egy ilyen csillogó, nagyon impulzív személyiség. Igen. Mondjuk anyu is, de nálunk nem volt ebben verseny. Aha, és néha azt gondolom, hogy az, amit én azt hittem, hogy jaj, de jó, hogy én most mindig kimutatom az érzelmeimet is, sokat beszélek, mindig viszem a Lolitát mindenhova. Tehát járt eszébe velünk a tévébe, és igen, hát mint a Mille is. És mindig sok ismert ember között volt, tudod, tehát ebben a világban úgy mozog, ahogy te is, tehát, hogy gyakorlatilag nem. A barátok. Igen, nem, a különleges barátok, dolog ez, igen. És annyira tehetséges is ehhez a szakmához, és egyáltalán nem akarja. Tehát, tehát, hogy tök fura, hogy 18-20 éves korában ott volt egy ilyen megingás, hogy mégiscsak kommunikáció, és nem. És attól tartok, hogy azért, mert nagyon belevittük ebbe az egészbe. Nem tudom. De bánod egyébként, hogy... Neki van hozzá tehetsége, és akkor mondjuk például, amit most csinálunk, ezt vihetnék tovább, és én lógathatnám a lábamat valahol. Például. Valami exotikus helyen, egy csodálatos szállodában, kilátással.
Értem. De vagy egy fa papucsban, nem tudom, tehát, hogy tök mindegy igazából. Ez a része őt nem érdekli, inkább a háttér talán. Hogyha valami érdekli, akkor a háttér. Régen elkírta a színházi a szövegkönyveimet, és elkezdett például, elkezdte nézni akkor jelmezek, hogy meg darabokat rendezni, tehát hogy ez a része talán jobban érdekli. Ó, ez tök jó. Mert darabrendezés. Ez a része jobban érdekli, én annak sem örülnék feltétlenül. Tehát, hogy én pontosan tudom, hogy ez minden oldalon mennyire nehéz szakma, és hogy mennyi sikertelenség van benne, akkor is, hogyha az ember baromi tehetséges, mert hogy ez nem rajta múlik egy idő után. Igen. Tehát ebben a szakmában a szerencsefaktor az annyira, annyira fontos, hogy megtehetsz te bármit, ha egyszerűen nem vagy ott abban az időben, akkor. És az meg nagyon, az nagyon, nagyon nehéz kenyér. Hát meg az sorsszerűség. Ebbe is biztos vagyok, igen. Meg hát a másik az, hogyha valaki például két színésznek, nagyon sikeres színésznek a gyereke, akkor is azért a gyereket meg akarják haladni a szüleiket abban, amit ők csinálnak. Na most, ha valaki nagyon jól csinálja azt, amit csinál, akkor az óriási feladat. Ugye? Tehát, hogy... Sok előny van benne, és még több hátrány valószínűleg. Úgyhogy én örülök, hogyha ő teljesen más pályát választ, de mást is akarsz egyelőre csinálni, nem? Igen. Mivel szeretnél foglalkozni? Állatorvos? Százalék, hogy nem, de állat van benne. Az már a jó kapvizsgáló? Kapvizsgáló? Igen, csak az állatorvossal az a probléma, hogy hát, hogyha ilyesmi szakmám lenne, akkor valószínűleg sokat hánynék, mert nem bírom. Lula, ugyanez a bécső semmit. Hát igazániból én egy ilyen állatpanzió féleséget szeretnék. Ez tök jó, de én komplex dolgot gondoltam. Igen, de az füzetbe vezettem, mert feledékeny vagyok. Dolgozd ki, és akkor építsd fel, és majd utána meséld el. Tudod, hogy ne... Azért Amerikában sok ilyen van, és anyáiknál látta ez a napi megőrzéstől elkezdve, kis állatból, tehát ilyen egy komplex dolgot szeretne mindig, de évek óta ezt mondja. Mit fog csinálni, ezt mit hát vezetni. Igen, de ebben lehet benne állatorvosi rendelő is, csak hogy nem ő lenne, hanem ő... Hát igen, alapból én azt szeretném, hogy legyen benne ilyen esetekre, csak hogy ne menjek a közelébe. Értem. Tehetnénk akkor mi kecskékkel, lámákkal, alpakákkal, disznókkal, kéne nekem vaddisznó. Vaddisznó, tehát hogy mindennel élnénk együtt. És ő tényleg szereti őket gondozni. Ez harmadik forró csokik van. Mondjuk egyébként láthattam a pólódon, ott vagyok. Hogy már megerészted egy másik forró csokit, de kettő? Komolyan, suliba. No. Igen, tudom. Ha már van forró csoki automata, használni kell. Értem. Teljesen logikus. Értem. Van, akkor használjuk. Ez egy teljesen logikus dolog. Milának a hivatalos neve egyébként Pan Kamilla, és egy ideig nagyon jól bírtad, hogy csak Milla voltál, utána egy idő után Panka akartál lenni, és most mi szeretnél? Tök mindegy. Most van a tök mindegy? Akkor tök mindegy. Én nem szerettem a becézést soha életemben. Ja, én attól ki voltam, hogyha valaki azt mondta, hogy Babi. Én csak attól vagyok ki, hogyha úgy hívsz, hogy kalácsképű virsli. De ilyen biztos nem mondott anya, még soha. Minden este valami ilyen hülyeséget mond. Amikor lefekszünk az ágyba, akkor este valamilyen becenevet szoktam neki adni, és szokott közte lenni a kalácsképű is, ugye? Az a leggyakoribb. A kalácsképű? Igen. Mi a leggyakoribb? Melyik? Melyik a leggyakoribb? Ja, a putyuli. A putyulit nagyon szeretem, de az még mindig jobb, mint hogy nekem elkezdtek babizni. A babit azt nagyon nem szeretem. Tehát bármi jöhet, csak babi ne legyen. A babsi, oké? Okay? Babi. Nem, babi néni se, tehát babi néni se legyen. Meg a babsi, oké? Okay? És a babett az nyilván. De azért kérdeztem, hogy te most mit szeretsz, a Pankát vagy a Millát? Mindkettőt, kivéve a... Kalácsképűt. De tegnap jött neked ez a virsli. Jó, tudják, hogy anya az anyukád, nyilván. Végül is ez neked egy jó státusz, hogy anya az anyu, nem? Amikor az osztályban, mert van, tudod, olyan, akinek nem, akinek híres anyukája vagy apukája van, és azt cikinek érzi valamiért. Hát a mi sulinkban azért sok van, nem? Igen. Nagyon sok ilyen szülő van, mint én. Amikor elsős voltál, emlékszel? Mindig ezt az elsősökkel csinálják, hogyha... Hogy, de ezt ha ismert csak a szülő. Van, akkor
Tényleg ott, ugye, ott az összes osztálytársamat végig kérdezték meg az évfolyamon, hogy ki az anyukájuk, és akkor mentek. Hazajött a Milla az iskolából, és akkor hogy így kérdezték, hogy ugye ki az anyukája, és rájöttek a nagyobbak, hogy én vagyok az anyukája, és mondtam, hogy de neked ez nem volt kellemetlen, és akkor nem emléksz, hogy mit válaszoltál? Hogy mesélted, hogy anya, hát negyedikes lányok mondják nekem, hogy menő, hogy te vagy az anyukám, hát anya, hát ez nem ciki. Tehát azt mondták, hogy de menő. Ez volt. Ja. Érted? Ja. Menő voltam. Igen, és jártál be ilyen kis cetlikkel magadról így aláírni. Kértek aláírásokat, igen, aranyosak voltak. De most arra megszokták. Autogramokat osztogat. Így van, de most arra megszokták szerintem már, és teljesen igen, mert normális. Te anyukád egy nagyon kedves személyiség, igaz? Nem szokott úgy járni a folyosón, gondolom, hogy így fölemeli a fejét, és akkor nem lát körbe. Nem, ugye? Anya azokkal nem tud azonosulni. Anya azt gondolja, hogy a siker az egy ilyen nagyon érdekes dolog, és anya nagyon sokat volt lent is. Nagypapám azt tanította, hogy ez a kerék forog kicsikém, és azt gondolom, hogy ha az embernek van egy sikeres időszaka, akkor nem elszállni kell, hanem még keményebben és alázatosabban dolgozni, és akkor talán ez a sikeres időszak kitolható, de lesz még lent is, hiszen volt is lent is, és nem érti anya azokat az embereket, akik elszállnak maguktól, pláne nem Magyarországon, mert ez olyan kis piac, tehát hogy nekem mondjuk egy Anthony Hopkins, vagy Al Pacino a sztár, de hogy itthon ez... Egy nagyon jó ügynök kell, ugye? Nagyon jó ügynök kell, meg nagyon jó felépített dolgokkal, de hogy ők például sztárok, de én nem érzem azt, hogy itthon lenne ilyen, és tényleg azt gondolom, hogy ha az ember sikeres a munkájában, akkor az egy fantasztikus áldás, de a legfontosabb dolog az itt ül mellettem, és az összes többi játék az életben, tehát hogy ezt gondolom. Rólad beszélek, de forogjál, rólad beszélek, hogy a legfontosabb dolog az itt van mellettem, az összes többi pedig, hogyha jól jön ki, akkor ez egy fantasztikus dolog, de te vagy a lényeg. Jó, anya. Köszönöm. És ezt így is érzed, király kisasszony vagy? Vagy hogy fontos vagy anya életében, meg apáiban? Mit szoktam mondani? Te vagy a mim. Minden? A mindenem, igen. Igen. Igen, te vagy a mindenem. Nagyon. Na, erről sose szeretnék leszokni. Ezekről az ülelésekről. Mindig neki azt mondja, hogy még van pár évem. Nem szeretném, hogy pár évem legyen, azt szeretném, hogy sokkal több legyen még. Sokkal-sokkal több. Egy dolgot meséljetek el, ugye? Mielőtt bekerültél a igazából a tévés vérkeringésbe. Előtte azért te volt olyan, hogy heti 6-szor nem voltál akár otthon este, mert hogy színésznő voltál. Igen, ami igen. Azért egy nagyon-nagyon kemény pénzkereset. Tehát, nagyon. Hogy nagyon, és az emberek abszolút tévesen ítélik meg. Tehát, hogy azt gondolják, hogy ebből nagyon jól lehet keresni, de többször elmondtam már fiataloknak is, akik a médiát, vagy a színházat, vagy egyáltalán a színészetet választják maguknak pályául, hogy nem ez lesz az a pálya, ahol évente nem tudom hány lakást vásárolsz magadnak is meg. Gazdagodsz. Itt keményen kell dolgozni, és ha nagyon sikeres vagy, sem azokat a sztárgázsikat kapod, amiket emberek egyáltalán gondolnak, tehát attól ez nagyon távol áll szerintem. És igen, előtte heti 5-6 este nem voltam otthon, és ez a Covid időszak változtatta meg nálam például az egészet, és hát és a apával voltál, nem? Hát ez este. Az, hogy igen, tehát hogy ezt hogy tudtátok megoldani? Hogy az esti mese az elmaradt, vagy már akkor tudom én 17:30-kor meg volt az esti mese, vagy 17:30? Akkor már nem voltam otthon általában. Uh-huh. Úgyhogy a közös pont nekünk mindig, hogy akármikor értem haza, ha hajnali egy, hajnali kettő, akkor is én keltem bele korán, és akkor én viszem iskolába, mert az a mi időnk, amit együtt tudtunk tölteni. Utána gyorsan hazamentem, megfőztem, hogy meleg étel várja otthon, és akkor úgy mentem el dolgozni. De emlékszel arra az időszakra, 2-3 évvel ezelőtt, hogy apa fektetett le? Nagyon sokszor. Arra emlékszel, hogy anya nem volt annyira, vagy nem? Igen. Akkor nem viselte meg! Pont erre gondoltam, hogy óriási traumát élt át a gyerek, akkor hogy hát nem az volt a természetes nálunk, aha. Tehát hogy abban nőtt bele, hogy én este dolgozom, de... Hát az de, volt az apa és a lánya idő. De hogy azokban az időszakokban, amit otthon töltöttem, ott megpróbáltam megragadni nyilván minden lehetőséget, és hogy akkor valahogy egy kicsit tartalmasabban tenni mindezt, megmondom, ellátni a teendőimet otthon, mert hogy azért egy pupival több lovat megölni, azért az nem egyszerű, és én mindig is próbálkoztam. Jó fáradt is voltam sokszor. Anya, tudsz ki lenni egyébként? Hát, telefonozát igen. De ugye egyébként nem? Az nem igazán, amúgy.
A suliba felhívtál, én nekem ki volt hangosítva, talán úgy szóltál bele, hogy mi van kalácsképű dolgokkal. De szeretett. Nem, csak hogy elfelejtem időnként azt, hogy az okos órája az ugye nem tudja a füléhez tenni, és ezt mindenki hallja, amit mondok. És hogy lehet, hogy már elindult az az időszak, hogy én egy cikis anyuka kezdek lenni, és hogy nagyon sajnálom. Csak hogyha ki van hangosítva, csak sajnálom, kalácsonyok. Gyere, szeretném. Kövessétek az anyukáinkat és a sztármamikat, na ezzel az ujjatokkal? Nyomjátok meg a feliratkozás gombot. Köszönjük, hogy velünk vagytok! Most itt.